ha darálni akarok, ha darálok, darálni valódi mindig találok. Vacsukor, pastor, merek, farágó, megjavult végre a daráló. Sziasztok! Most már látható vagyok, nem csak hallható. Azt nem ígérem meg, hogy minden videóban, csak ott, ahol lesz értelme. Például egy tutoriában szerintem teljesen fölösleges, hogy ott vigyorogjak. Ide rakd a restont. Úgyhogy csak ahol értelmét látom, például daráló. Hát igen, nem valami tökéletes kép, egy kicsit sötét. Sőt, most kezd elmenni a nap, most még sötétebb. Jó. De... dolgozom az ügyen. Csak ide rossz lett. Na jó, haladjunk. Szóval az a mai pályát Gember készítette, és az a cím, igen, Gember, és az a címe, hogy most visszajött, tök jó. A mai pályát Gember készítette, és az a cím, hogy Emlékdimenzió. Táblával kezdünk, ez a kezdőszoba. Hátunk mögött a játékmenet szabályok szivacs stílusban, ez egy másik dimenzióban játszódik. Teleport, a mapot, meg egy liter water. Készítette Gember. Egy kis szobában vagyunk sorszámozott gombokkal, na itt kezdett el erősen zuhanni a pálya. Első gomb üdv, befogjuk, ezt a szót se láttam még Y-nal. Szóval be fogjuk mutatni neked a kalandpálya játékmenetét és szabályait. Második gomb, az eredeti szivacspályát Csabusa készítette, de csak a játékmenet szabályok elmagyarázása alatt leszel a szivacsvilágnak egy másik dimenziójába. Először nagyon bénának tűnt az ötlet, de várjatok, lesz még jobb is. Harmadik gomb, ez így van. Negyedik gomb, tudtad, hogy az A, B, C első betűje az A? Aha, nem kötök bele a helyes írásba. Ötödik gomb, térjünk vissza az eredeti témára. Na akkor ott tartottunk, hogy ezen a pályán megmutatjuk a játékmenetet és a szabályokat, amik az igazi pályán lesznek. Hatodik gomb, de mindezt szivacs stílusban. Hetedik gomb, így majdnem olyan, mintha kettő az egyben pálya lenne. Hát hogyne? Piros gomb, engem máskor ne nyomj meg. Természetesen megöl, már meg se lepődünk. Nyolcadik gomb, a pályán mindenhol használhat spampointot. Fel spampoint a chatbe, beleértve az igazi pályát is, indulhat. Kicsit akadtam az elején, de később majd jobb lesz. Kicsit arrébb újra, első gomb, abban egyeztünk meg a gombokkal, hogy én mondom el neked a dolgokat, minden le van írva egy könyvbe. Először a szabályok könyvéhez kellene elmenni, nincs olyan messze, menj csak tovább. És 51-szerre is elolvastam, hogy meg fogom tudni végre a szabályokat. Lesz néhány akadály, amin át kell menni, de ezeken te biztos simán át fogsz jutni. A néhány akadály alatt erre a veremre gondolt, az benne a csavar, hogy középen van barrier, tehát a létrák fölött kell átugrani. Aztán egy terem, arany meg gyémánt kupac, tetején egy láda, a szabályok kézikönyve. Közben első gomb megint beszól, gondolom észrevetted, hogy milyen kicsi ennek a szobának a magassága, nos ez azért van, mert a felét egy kecske lelegelte. Máskor tegyétek ki ezt a táblát, hogy éppen maradjon a pályátok. A könyv azt írja, a szabályok, ne törj, zúz, rombolj. Ezt olvashatnám úgy is, hogy ne törj, zúz, rombolj. Szörnyek nélkül játsz, adventure módban játsz. Ha Csabusa úgy szeretné, kivehetem a szivacs részt a pályából. Na jó, megengedem. Ha kivetted a könyvet, a következő szobában várlak. És a másik szobában tényleg ott van, a könyvben leírt szabályok mostantól erre a pályára és az igazira is érvényesek. A gombokkal úgy döntöttünk, hogy inkább végigviszünk egy olyan pályán, ahol gyakorolhatod a szabályokat és a játékmenetet is megismerheted. Ezt a tagolást. Szóval, és mostantól a hatos gomb lesz veled, mert én megyek színházba. Következő szobában hatodik gomb. Hello, én a hatodik gomb vagyok. Bizonyára az első gomb minden fontosat elmondott, úgyhogy mehetsz is tovább gyakorolni a szabályokat és tanulni a játékmenetet. Nem tudom, hogy a szivatás része, vagy csak figyelmetlenség, de már kezdek kopaszodni attól, hogy mindent ötször elmondanak. És itt van egy elágazódás, játékmenet leírása, illetve gyakorló pálya. Hát valójában igen, egy irányú az út, nagyon cseles. Üsd ki a földet és nyomd meg a gombot. Igen, nem lehet kiütni. Aztán egy ajtó, ez még itt is működik, ha.
Erről nem tudom eldönteni, hogy pozitív vagy negatív, tehát hogy egy ilyen utalás a szívásra, vagy csak lopásnak vegyem, nem tudom. Azt mondja a tábla, lépjek rá, ha meglátsz egy ilyen arany nyomónapot, lép rá, mert ezek viszik a történetet, viszik a hátukon zsákba, hey! Következő szobában arany nyomónap, mindig csináld azt, amit a karaktered mond. Következő szobában mondom, megnyomom a fa gombot. Ez a kőgomb. Utána előfordulhat, hogy hosszú párbeszédeknél nem tudod elolvasni a szöveget, mert nem fér ki vagy eltűnik, miatt végigolvasnád. Ilyenkor a T betűvel meg tudod nézni, és az egérnek a görgőjével még régebbi párbeszédeket is meg tudsz nézni. Ebben csak az az ironikus, hogy ahhoz, hogy el tudjam olvasni az, hogy a T-t kell megnyomnom, ahhoz előbb meg kell nyomnom a T-t. Fontosabb jeleneteknél, mikor érzed, hogy elértél a pálya egy szakaszának a végéhez, vagy mikor megcsináltál valami nehezet, érdemes beírni a chatbe, hogy ne kelljen előről kezdened per spawn point, igen, erről már volt szó. Olyan helyen írd be, ahol nincs melletted fal, se közvetlenül fölötted. Végre elértél hozzám, már nincs sok hátra. Igazából itt a pálya vége, egész jól csináltad a dolgokat, na akkor kezdődhet az igazi pálya. És megöl. A hatodik gomba se lehet bízni, vagy mi? Ha tovább megyünk, akkor találunk egy kezdésgombot, ami elteleportál egy házba. És mondom, mi ez? Hol vagyok? Ki vagyok? Nem emlékszek semmire. Ládában hús, ez a hús még jól jöhet, elviszem, mondom közbe. Kint este van, kicsit előrébb van egy arany nyomólap, itt egy gödör, megnézem, mi van az alján. Úgy látszik, nem egy okos karaktert alakítok. Na hát egy lyuk, gyorsan beleugrom. Az alján újabb nyomólap, itt nincs semmi, ami nagyon meglepő a gödröknél, de ott fentebb a létránál látok valamit. Ha-hó, van itt valaki? És mondja az ismeretlen, he! Ki az? Ki van ott? Én is ezt akartam kérdezni. Kimi Tion? Ezt nem tudom, hogy kéne mondani. Kimi Tion? Kimi Tion? Nem franciásan, Kimi Tion? Úgy fogom mondani. Te vagy az? Várj, mindjárt beengedlek, csak le kell kapcsolnom a SLET. Szuper titkos láthatatlan erőfal, fú, de szuper titkos. Egy kis berendezett szoba, meg egy falusi, kiderül ki az ismeretlen Dr. Daroditsky. Nem tudom, hogy ő találta ki ezeket a neveket, vagy valahonnan szedte, nem tudom, ami történetnek a folytatása, továbbgondolása, vagy előzménye, de nagyon hülyén hangoznak ezek a nevek, de komolyan, milyen nevek ezek? De tetszik, hogy kitaláltak. És mondja a doktor, Kimi Tion, hát te élsz! Kimi Tion a nevem, és ön ki? Nem emlékszel semmire? Én Dr. Daroditsky vagyok, a barátod, aki hihetetlenül okos ember, és a világ legszerényebb embere. Együtt küzdöttünk a szeder ellen. A szeder ellen? Itt nagyon eltenyézett a szeder? Oké. De téged a nederbe száműzött, mikor megpróbáltad egy karddal szétdarabolni. De a végén hála nekem és a fegyveremnek és a hihetetlenül nagy szerénységemnek, páncéljaimnak nyertünk. De nem csak mi ketten voltunk, ott volt kisautó és teve is. Akik szintén a barátaid, szintén nagyon okosak és szerények. Hogyan szerezhetném vissza az emlékezetem? Kérdezd meg kisautót. Ő jártás az ilyesmiben. Kivetted a ládából a térképem, és mivel elég gyengének tűnsz, kölcsönadom a legújabb fejlesztésemet, az atom übertáp sétapálcát. Előbb nézzük meg, hogy tényleg az van-e a ládában. És nem át, ha magaddal viszed a térkép kézikönyvét. A ládában van hiper-szuper fakapa. Hiper szuper fakapa. És egy atom übertáp sétapálca, de elég kevés rajta az enchant. Nincs intro. Egy gyémánt kard, ami át van nevezve gyémánt kardnak. Pár térkép és egy térkép kézikönyv, jelmagyarázat, fekete kocka a szeder régi kastélya, sárga kocka kisautóháza, piros kocka teve, kék kocka Kimi Tion háza. Nagyon tetszik az ötlet, ott a térkép, tényleg rajta vannak a kis jelek. Nagyon ötletes, tetszik, tényleg. Kapjon még egy pontot rá. Ugorjunk kisautóhoz. Hello, ifjú Kimi Tion. Már vártalak.
Ezt meg hogy érted? Te valami jós vagy? Nem, csak Totó Daroditsky, ezt sose fogok megbarátkozni ezzel nével. Szóval Dr. Daroditsky felhívott telefonon, és elmondta, mi történt. A kérdésedre a válaszom, azon nyomban megadom. A könyvtárba a kulcsot megleled, melynek nevét ne feledd. A név így szól, varázsmágia. Komorra fordítva a szót, a házam mellett lévő faluban van egy könyvtár, ahol van egy könyv, amit így hívnak, varázsmágia. Nagy rejtvény volt, egyébként jó, hogy megmagyarázta. Miután megtaláltad, menj el Teve házához, hogy segítsen neked a könyvben leírtakat megcsinálni. Ó, köszönöm, már megyek is. Csak az az egy kérdésem maradt, hogy miért nem tudta az a világ legokosabb embere, doktor, fölhívni akkor, amíg még nála voltam, és akkor nem kellett volna feleslegesen idejönnöm. Á, mindegy, legalább itt több volt a kaland. Ugorjunk a könyvtárba, itt van egy rakás könyvespolc, ládák, valamelyikben van kinyitható könyv, meg nem kinyitható könyv. Peti a huszár, a szerzőről. Én egy átlagos hétköznapi teljesen normális, a tömegtől nem eltérő ember vagyok, aki hihetetlenül ökös, okosabb, mint bárki, és a legjobb történetíró. Első, nem, egy fejezet, a szökés, ez a cím akart lenni. Volt egyszer egy Peti el akart lopni egy lovat, mert tolvaj volt. El is lopta az egyik nap, de jöttek a rendőrök, és valamiért el akarták kapni. Nem tudta, hogy miért, de felpattant a díjnyertes versenylóra, és az erdőn keresztül elszökött. Harmadik fejezet. Hát, lehet, hogy a legjobb történetíró, de a matekból nem jó. A kisház. Peti a kerekerdő közepén egy kis házat látott meg, de tovább ment. Hűha! Negyedik fejezet, a börtön. Peti addig ment, míg valahogy vissza nem ért a városhoz. A rendőrök elkapták és börtönbe vitték. Vége van, he. Varázsmágia, megvan a könyv, megyek is Teve házához, hogy segítsen megcsinálni a könyvben leírtakat. Azért nézzünk még szét, varázslás. A varázslás elsajátítása igen egyszerű, de csak azok tudnak varázsolni, akik rendelkeznek-e a következő oldalon leírt azonosságokkal. Azonosságokkal? Nem adottságokkal? Okosabb, mint egy tehén, varázslónak született. Ha rendelkezel ezekkel a tulajdonságokkal, lapozd tovább. Tanuld meg a szüleitől a varázslást, vagy a varázslóiskolában. Hát ez hatalmas segítség volt. Matematika, első lecke alapműveletek. 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 1, igen. Második lecke törtek. Harmadik lecke mínuszok. Negyedik lecke gyakorlá. Az egér megrágta a lapokat, könyvtáros néni. Nagyon ötletesen van megcsinálva. Pelvit Áron vers. Köszönés. Jó napot, szia, hello, mia, csá, lila, cső, csilla. Dugulás. Volt egyszer egy dugulás, nem is kicsi a rakás, de jött a szerelő ásni verni a sellőt, kapta is a pofont, meg is osont, de nem volt elég, elég volt, elég. Mi? Mindig áll. Álom vált, de jó vált, volt az vált, csak itt a sor végán mindig áll van, de ötletes volt. Hamuban itzó pogácsa, hamuban ízik a pogácsa, nincsen neki mohácsa, hely adján neki mohácsot, hogy a kis pogácsa legyen egyszer hamuba sült pogácsa. Minek olvasom? Na nézzük azt a varázsmágiát. Varázsmágia tündérpor, írta Lakatos Gyuszi. Ez a könyv azt írja le, hogy az az ember, aki varázslattal veszítette el az emlékezetét, az, hogy nyerheti vissza az emlékeit. Értettétek, miről van szó egyébként? Öld meg a gonosz embert, aki a kis tónál szokott lenni. A térképeden látsz egy kis tavat, oda kell menned. Aztán gonosz ember ereje most már a tiéd, menj el a Szeder kastélyához. A kastély közepén van egy átjáró egy olyan világba, ahol eszedbe juthat minden. Ott majd lesz egy öreg mágus, aki segíthet. Ugrás Tevéhez, egy nyomónap. Nem látok mozgást a házban, talán azért, mert nem az ablak előtt állsz. Lehet, hogy nincs itthon, de azért megnyom a csengőt. Csengő, ez a hangszóró. Ha ezt az üzenetet hallod, az azt jelenti, hogy nem jöttem vissza az emlékdimenzióból. Hogy miért mentem oda? Azért, mert Kimi Tionnak,
azért, hogy Kimitionnak visszaadjam az emlékeit, amit a Szeder elvett tőle. Kérlek, segíts rajtam. Erre mondom én, teve abban a világban van, ahova most akarok menni. Hű, akkor már őt is meg kell mentenem, gyorsan megcsinálom, amit a könyv ír. Varázsmágia, mármint hogy a varázsmágia könyv írja. És segítek tevének és magamon. Nem kötök bele a helyes írásba. Kezdenek beindulni az események, győzzük le a gonosz embert. Puff, nyomás a kastély, puff. Középen tényleg van egy portál, nyomólap, ezt az ajtót eltorlaszolják a kőtörmelékek, másik utat kell találnom. Az emeleten egy másik nyomólap, azért a lábam nem akarom kitörni, és barrierek vannak tényleg, úgyhogy nem lehet csalni se, nagyon jó. Van egy másik lépcső, ami lefelé visz, aztán át kell menni egy festményen, aztán ki, aztán nyomólap, indulás az emlékdimenzióba, ez az, jönnek a kalandok. Vége. Folytatása következik, készítette Gember. És itt van az a hatalmas zuhanás, végre kezdtek beindulni az események, jött volna valami izgalom, valami cselekmény, de puff, vége. Lehet csinálni folytatásos pályákat, de valami úgy hiányzott belőle, tehát ez az egész csak egy nagy előzmény volt, és így sokat olvasgattam, meg mászkáltam. Lássuk azt a mérleget, amit tetszett, az az oktató pálya. Nem feltétlenül a kialakítás, inkább az, hogy van, ami megtanítja a játék működését, de azon is voltak jó poénok. Aztán ugye ez a térképes dolog, ott volt a kezembe, és akkor rajta voltak az ikonok, ötletes, tetszett. Ami nagyon nem tetszett, az a helyesírás. Nem vagytok híresek a helyesírásról, de volt egy-kettő durva hiba, ugye az a, azt hiszem a fogjuk szó volt Elipszilonnal, fú, az nem. Úgyhogy most kértem voltam fölírni, de majdnem minden pályára fölírhatnám. Gyerünk, szedjétek össze magatokat. Aztán nem volt ugye nagy kihívás a pályán, csak mászkálni kellett, olvasni és mászkálni. Semmi rejtvény. Aztán mondom, hogy harc vagy labirintus, tehát nem kell beleerőltetni, de valami. Aztán a félbevágott történet, ugye, amikor épp indult volna valami cselekmény, akkor hopp, vége. Szóval ez volt az emlékdimenzió, amiben nem is láttuk az emlékdimenziót. A kézikönyv óvjon.